Köszöntöm nézőinket! 6 évvel ezelőtt átadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthonát, a Ludovika Campust, és ezzel együtt Budapest egyik legnagyobb zöld felületét, az Orci Parkot. Magyarország egyik legnagyobb egybefüggő campus fejlesztése nem csak új budapesti egyetemváros teremtett, de egy leromlott közpark és városrész rehabilitációjával az egész Józsefvárosban és Budapesten is új életminőséget adott a kerületi polgároknak. Ami megvalósult, sokkal több, mint egyetem. A Ludovika Campus állami beruházás idén folytatódik, méghozzá utolsó elemével. Hosszú évek előkészítő munkálatait követően elkezdődnek a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ, azaz a Katasztrófavédelmi Intézet kivitelezési munkálatai. Az épület együttes 2 fő épületrészből fog állni, 1 auditorium épületből, ahol megtalálható lesz többek között egy 209 főt befogadni képes nagy előadó, 2 darab kisebb előadó, valamint 6 darab 60 fős tanterem. A főépület 3 szárnyból fog állni, oktatási szárny, kollégiumi szárny, tűzoltósági és üzemeltetési szárny. A területen még kialakításra kerül egy 7150 négyzetméteres exkluzív kert lépcsőzetes zöld felületekkel. A tűzoltósági és üzemeltetési szárny nyugati oldalán egy széles vasbeton burkolatú felület készül majd, ami alakuló térként is funkcionál, amellett, hogy itt lesznek a tűzoltó szerállások. Közvetlenül az épületszárny mellett található lehajtó rámpán keresztül lehet majd megközelíteni a mélygarást, amelyben 131 darab személygépkocsi, 1 darab autóbusz és 161 darab kerékpár tárolására lesz lehetőség. Ezen túl pedig tanárképzőkart indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelynek a KVI lesz az egyik otthona. Az egykori Ludovikás Nemes Kürti István nevét viselő kar 2025-től fogadja a leendő hallgatóit, akik a pedagógus képzés széles kínálata mellett átfogó bölcsészettudományi képzésen is részt vehetnek. A kormány tervei szerint a jövőben a tanár továbbképzés módszertani alapjának és szakmai programjának kialakításáért felelős központot, illetve a tanár továbbképzés lebonyolításáért felelős szervezési egységet is az NKN alakítják ki. Ehhez új kutatóhelyek alapítása, új oktatási és képzési helyszínek létrehozása és a meglévő kollégiumi kapacitások bővítése szükséges. Ennek érdekében a kormány döntött a Ludovika Campus további infrastruktúrális fejlesztésének támogatásáról is.
A Ludovika Campus fejlesztés részeként nem csak a Ludovika Akadémia felújított történeti épület együttese újult meg és épültek meg az egyetem oktatási és kollégiumi centrumai, hanem az addig hanyatló városrész is újjászületett, a korábban elhanyagolt állapota miatt nem túl biztonságos Orcikert felújításával 26 hektárnyi zöld felülettel gazdagodott a főváros. E küldetését folytatja az egyetem a Nemeskürti István tanárképzőkar létrehozásával összefüggésben állami tulajdonba és az egyetem használatába kerülő ingatlanok esetében is. A jelenleg rendkívül leromlott állapotú ingatlanok helyén jönnek majd létre az egyetem tanárképzését kiszolgáló tantermi, irodai és kollégiumi kapacitást biztosító, környezettudatos, a városrész további megszépítését, rehabilitálását előmozdító, s így a meglévő környékbeli ingatlanok értékét jelentősen növelő épületek. Az érintett állami tulajdonba kerülő ingatlanok jövőbeni hasznosítása, méltó folytatása annak a feladatnak, amelyet az egyetem a Ludovika Campus létrehozásával elkezdett. A környezete fejlesztésével, biztonságossá tételével, a településkép, valamint az érintett városrész rehabilitálásával biztonságos közösségi tereket teremt a kerületi polgárok számára, valamennyi érintett érdekeinek és igényeinek figyelembevétele mellett. Az egyetemünkön már 12-13 év óta, amióta ez az egyetem ilyen formában létrejött, az elsődleges feladat az állam működtetésében kiemelt szerepet játszó szakembereknek a képzése. És ehhez kapcsolódik az is, hogy tanárokat, pedagógusokat is képezni fogunk a következő tanévtől kezdve, és arra készülünk, hogy ők majd ezt a fajta hatást, ezt a fajta szemléletmódot, amit nálunk megjelenik, az ország egyre több középiskolájában és iskolájában is meg tudják jeleníteni. Ez az egyik érv. A másik érv, hogy miért indul tanárképzés, és miért indul éppen az NKN tanárképzés, az az, hogy elindult egy újfajta megújulási folyamat a tanárképzésben, módszertani szempontból is, tartalmi szempontból is, és ennek a tartalmi megújulásnak, ami most már a tanterveket is jellemzi, egyfajta keretet fog adni ez az új képzés. A harmadik érvünk pedig emellett a képzés mellett az, hogy a tanári pedagógusi béremeléssel párhuzamosan ennek hatására megnövekedett a tanári pálya iránti igény, és erre a felületre, erre a szintére kíván belépni az egyetemünk is. Hogyha gyakorlati oldalát szeretnénk megvizsgálni, igaz, hogy még viszonylag egy távoli jövőről beszélünk, de annyira nem távoli. Hányan fognak itt tanulni körülbelül, hányan fognak oktatni ezen a karon, hol fognak tanulni és hol fognak lakni a hallgatók? Amire számítani lehet, az az, hogy a közszolgálati egyetemre jelenleg is jellemző kiscsoportos képzés az új tanárképzésben is folytatódni fog. 10-15-20 fős csoportlétszámokkal tervezünk, különböző képzési formákban. Tervezünk magyar szakos, történelem szakos, angol, német szakos képzést, illetve emellett földrajz és komplex természettudományi képzés is indul majd nálunk az új karon, és ezeknek a különböző kombinációival lehet majd találkozni, hiszen a tanárszakokat osztatlan képzésben szakpárokon lehet elvégezni. És amit tervezünk a későbbiekben, a hallgatóknak egyrészt egy nagyon modern oktatási helyszínt is fogunk biztosítani, hosszabb távon itt a Ludovika gyűrűben, rövid távon pedig itt a környéken irodabérléssel, illetve oktatási helyszínbérléssel, és ugyanígy a kollégium helyekre is lehet majd számítani az új hallgatóknak is. Három jellemzőt emelnék ki a tervezett képzésből, ezek közül az egyik a gyakorlatorientáltság. Ami már egyébként is jellemző a tanárképzés megújításában, hogy a jelenlegi nagyjából 10%-ról 25%-ra növeljük majd a gyakorlatoknak az arányát. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók, nem ahogy a korábbi képzések során ez megjelent, nem csupán az utolsó évben találkoznak valódi diákokkal, akiket a későbbiek során a hivatásuk gyakorlása révén tanítani fognak, hanem már a képzésüknek a legelső fél évétől kezdve megjelent ennek különböző közoktatási, köznevelési intézményekben, és ott a tanári pályához kapcsolódó feladatokat fognak elvégezni. Ez az egyik, tehát a gyakorlatorientáltság, a szakmai gyakorlatok, illetve a folyamatos iskolában, nevelési intézményekben való jelenlét kapcsán. A másik, amit már említettem, a kiscsoportos képzés, amit kiegészítenék még egy szemponttal, ez pedig a harmadik, a mentorok, ami azt jelenti, hogy
a hallgatóinkat a köznevelés gyakorlatából érkező mentortanárok fogják segíteni. Csoportonként fogják azt elérni, hogy a hallgatóink be tudjanak kapcsolódni már a képzésük elejétől fogva, miközben elsajátítják az elméletet és a szaktárgyi tudást, közben már a tanításnak a gyakorlatával is megismerkedjenek, és ebben segítséget nyújtsanak nekik. Sokan párosítják ezt a képzést egyfajta elit képzéssel, ami egy helyes kontextusban akár dicséret is lehet, de milyen szempontból nem elit képzésről van szó? Annyiban elit képzés, hogy valóban a lehető legjobb képzést kívánjuk kínálni a hallgatóinknak, és azokat a hallgatókat várjuk, akik jó eredménnyel végeztek a középiskolában, és emellett elhivatottak a tanári pálya iránt. Ebből a szempontból elitképzésnek tekinthető ez. Abból a szempontból viszont nem elitképzés, hogy nem határozzuk meg, hogy milyen társadalmi háttérrel jöhetnek ide a hallgatók, sőt, ahogy jelenleg is a közszolgálati egyetemen, különböző társadalmi rétegekből, különböző régiókból érkeznek ide a hallgatók, és ezt ugyanígy kívánjuk folytatni az ötödik karon is. És ami még ennek kapcsán fontos lehet, az az, hogy a már korábbiak során említett gyakorlati képzés során a mi hallgatóink az ország minden régiójába el fognak jutni, és hogy gyakorlatokat végeznek, és ez az elhelyezkedésükre is igaz. Tehát sem a bemenetet, sem pedig a kimenetet, az, hogy hol tudnak ezek a hallgatók, akik nálunk végeznek, elhelyezkedni, nem kívánjuk szabályozni, hanem az a célunk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket érjünk el a képzésünkkel, és azzal a modellértékű képzési-oktatási modellel, amelyet itt végzünk. És mindezek mellett még fontos beszélni ugye a tanárképzés mellett a tanár továbbképzésről és a módszertani intézményről. Ezekről mit kell tudjunk? Három intézmény jön létre a közszolgálati egyetemen. Egyrészt a Nemeskürti István tanárképző kar fog létrejönni, amely a tanárképzésért lesz felelős. Ezzel párhuzamosan, de ettől függetlenül létrejön majd egy tanár továbbképző központ, amely a tanár továbbképzéseknek a rendszerét fogja koordinálni, megszervezni. És a harmadik pedig, amely egy módszertani központ lesz, ez lesz az egyedisége, sajátossága még a mi képzésünknek, hogy itt módszertani fejlesztések is zajlanak majd, kutatásokat fognak végezni az itt dolgozó kollégák. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladata a magyar állam működtetésében legfontosabb szerepet vállaló szakemberek képzése, a tanári pálya pedig épp úgy egy közszolgálat része, mint az egyetem által oktatott többi hivatás. Az NKR tanárképzését választók olyan gyakorlatorientált mentortanárok által támogatott kiscsoportos képzésben részesülnek, amelynek keretében egyaránt van lehetőség tanár és bölcsész diploma megszerzésére. Ez a modern világgal alakult így ki tulajdonképpen a 19. század óta kialakult a polgári állam, amelyik számos olyan feladatot átvett, amelyet korábban nem is feltétlenül az állam végzett, gondoljunk bele, középkorban kolostori iskolák léteztek, vagy székesegyházi iskolák, az egyetemek is egyházi kézben működtek. Tehát az a utolsó két évszázad fejleménye, hogy az állam látja el az oktatást, és természetesen etéren a közszolgálati egyetemnek azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez egy régi adóssága, hogy eddig nem foglalkozott oktatásra, hiszen a közszolgálatnak úgy a hivatalok, mint a más közszolgálati szakmák, hivatások részét képezik, és ennek eleme az oktatás is, hiszen azért alapvetően maga az egész oktatási rendszer azt szolgálja, hogy a 21. században egy a megfelelő kihívásokra megfelelni képes társadalom alakuljon ki, és a magyar állam céljait az oktatás is valósítsa meg, amelyik természetesen a magyar társadalomnak és a magyar családoknak, diákoknak a fejlődését szolgálják. Erre kiválóan alkalmas a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, aminek tényleg legfontosabb feladat, hogy a közszolgálati hivatásokat, nyilván nem a versenyszféra hivatásait kell itt oktatni, akár gazdasági területen, akár más területeken, hanem a közszolgálati hivatásokat, és hát az egyik legnagyobb ilyen közszolgálati hivatás a tanári hivatás, amivel most egy régi adósságát törleszti tulajdonképpen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ugye a utóbbi évtizedekben a kompetencia jellegű oktatás a középpontba került mindenfajta tanári tanítási kérdéssel kapcsolatban, és valóban nagyon fontos terület ez, hogy a készségek, képességek fejlődjenek, amelyekre szüksége lesz az embernek az élete során. Ugyanakkor ennek szükséges az ideális egyensúlyát megtalálni az ismeret és tudás jellegű elemekkel, hiszen természetesen föl kell vérteződni a diák
diákoknak, hallgatóknak ezekkel az ismeretekkel is. Ugye amikor a 21. században a korlátlan mennyiségű információ között kell eltájékozódnunk, akkor azért szükség van arra, hogy alapvető, biztos, kiérlelt, sok évszázad alatt eldöntött és a hagyományoknak megfelelő tudás meglegyen az ember fejében. Hát gondoljunk bele, hogy a mesterséges intelligencia ma már bárminek az ellenkezőjét is akár képekkel alátámasztva elénk tudja tárni. Tehát etéren nagyon fontos, hogy az embernek egyfelől meglegyenek azok a képességei, készségei, mérleglő gondolkodása, amelyik erről döntést tud hozni, de természetesen ennek ismeret alapjának is meg kell, hogy lennie. Úgyhogy ebben a tekintetben az új karral az a célunk, hogy itt az ideális egyensúlyt megtaláljuk, és a hallgatóknak, illetve az ő általuk majdan tanított diákoknak a megfelelő kompetenciái, készségei is fejlődjenek, de emellett nagyon hangsúlyosan szeretnénk az ismeret jellegű, több évszázad alatt át hagyományozódott tartalmakat, ismereteket, identitásképző elemeket is megjeleníteni, hogy a hallgatók ezt is megismerjék. Emellett egy nagyon fontos tényező az is, hogy a magyarországi tanárképzésnek természetesen több évszázados hagyománya van, ami egyfelől egy erőforrást jelent, nagyon, nagyon fontos, hogy támaszkodni lehet rá, másfelől azért meghatározottságokat is jelent, amelyek kialakultak és adottságok, és ebben a tekintetben az egy előny lehet, hogyha egy új kart állítunk föl, akkor azt úgymond zöldmezős beruházásként a jelenlegi korszaknak az oktatási környezetére, problémáira, elvárásaira, jelenlegi tantervi körülményekre, jelenlegi szabályrendszerre lehet ráilleszteni, és így olyan szinergiákat kihozni belőle, amit más esetben a meglévő struktúrákat igazítgatva nem biztos, hogy olyan mértékig el tudjuk érni. Miért kaphat egyre nagyobb jelentőséget már a tanárképzés Magyarországon? Nagyon sok változás zajlott az utóbbi időkben, gondoljunk ugye a tanárok új életpályájáról szóló törvényre, amelyik kialakította az önálló pedagógus jogállást. Érdemes az új tartalmi szabályzást is megemlíteni, amelyik ugye a nemzeti alaptanterv, vagy az abból fakadó érettségi követelmények, az új tankönyvek megjelenése. Tehát azt gondolom, hogy ezek középpontba helyezték az oktatást, és ugye emellett kell megemlítenünk a tanári bérfejlesztést is, amelyik azt gondolom, hogy éppen ideje volt már, hogy bekövetkezzen, és már a eddig ismert jelentkezési adatok is azt mutatják, hogy megnövekedett ezáltal, és remélhetőleg a jövőben még tovább fog növekedni a tanári pálya iránti érdeklődés, hiszen ez egy nagyon klasszikus és nagyon szép hivatás, amit azt gondolom, hogy nagyon sok ember örömmel választ, hogyha az anyagi kondíciók lehetővé teszik, és ezt látjuk most is, hogy akár a pályára visszatérni szándékozóknak a száma is megnövekedett, nem csak a pályát újonnan választó hallgatók. Nyilvánvalóan egy új egyetemi kar alapvetően az újonnan belépő, tehát egyetemen tanulni kívánó hallgatókra fókuszál, de egy alapvető felértékelődést vagy érdeklődés növekedést látunk a tanári pálya iránt. Hogyha egy célt kellene felállítani az NKN-nek, akkor mi lehet az a cél most így előzetesen a tanári kar elindítása előtt? Azt gondolom, hogy a karnak a céljait nagyon jól lefedi Nemeskürti István, a kar névadójának életpályája, életfelfogása, filozófiája, művei, gondolkodása. Tehát, hogyha valaki ezt áttekinti, akkor ilyen szemléletben gondolkodó tanárokat, nem véletlenül, hogy Nemeskürti tanárurat mindenki tanárúrnak nevezte, és nevezhetjük egy nemzet tanárúrának is. Őt, tehát, hogy ezt az elképzelést szeretnénk követni. Nyilván a 21. században megfelelő korszerű ismeretekkel és képességekkel szeretnénk fölvértezni a hallgatóinkat, de természetesen a sok évszázados magyar hagyományban gyökerezve annak a tradíciónak, annak a kipróbált hagyománynak a felhasználásával, ami Magyarországon jelen van és elérhető, és ugye egy nagymúltú ország, nagymúltú nevelés történetének az eredménye. Tehát ennek a kettőnek az ideális egyensúlyát szeretnénk elérni. Nyilván magas színvonalon képezni, és azt szeretnénk, hogy a hallgatóink a jövőben mindenfajta oktatási körülmények között, akár vidéken, kis településen, nagyvárosban, tehetséggondozó iskolában, szakoktatásban, technikumokban, akár hátrányosabb helyzetű diákokat oktató intézményekben is hely tudjanak állni. Tehát a magyar társadalom és a magyar családok, a magyar diákok jövendőbeli nevelését eredményesen végző hallgatókat szeretnénk képezni. Ez van a középpontban. Tehát nem annyira a tudományos oldal vagy a oktatói elvárások szerint szeretnénk alakítani, hanem a jövendő diákokat
megfelelően tanítani tudó tanárokat, nevelni tudó tanárokat szeretnénk kibocsájtani. Ez van a képzés középpontjában. Nagyon sokféle irányzatot láthatunk a korabeli európai nyugati oktatáspolitikában. Létezik olyan, amelyik a tartalomtól függetlenül csak a kompetenciákra, képességekre fókuszál, és tulajdonképpen egy ilyen étlapnak tekinti az oktatást, hogy amihez a diáknak ebből kedve van, amit ebből választani lehet. Ezzel szemben léteznek a klasszikusabb irányzatok, amelyek azt mondják, hogy van azért az oktatásnak tartalmi iránya is, amit mindenképpen szeretnénk áthagyományozni, a legfontosabb közös ismereteinket, történeteinket, tudásainkat, ami mellett azt gondolom, hogy jól megfér a képességek, meg a 21. századi világra való felkészítésnek a lehetősége is. Tehát ennek az ideális egyensúlyát szeretnénk megvalósítani, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy egészséges nemzettudat, nyilvánvalóan főképpen a humán tárgyakra gondolok itt, nem a természettudományos tárgyak azok, amelyek ennek a fókuszpontjában állnak. Tehát egy egészséges nemzettudat kialakításához az szükséges az alapvető nemzeti, akár irodalmi, akár művészeti, akár történelmi témáknak az áttekintése és bemutatása, amely egészséges és fontos ahhoz, hogy a 21. században is biztos lábakon kellő fogódzóval tudjon megállni a leendő magyar diákság és az őket oktató leendő magyar tanárok, akik reméljük minél nagyobb számban fognak kikerülni a Nemeskürti István tanárképző karról. Az NK tanárképzésével kapcsolatban ne hagyjuk ki, hogy ki is volt valójában Nemeskürti István. Az első kérdés róla szólna, hogy mit is tudhatunk róla? Nemeskürti István egy, hát mondhatnánk talán az is, hogy polihisztor, legalábbis ugye a bölcsészettudományok területén mindenképpen, irodalomtörténész, filmtörténész, ami miatt számunkra érdekes, hogy itt ebben az iskolában is sokáig koptatta a padokat, tehát vágykori Ludwikásról beszélünk, aki részben az itt szerzett tapasztalatok, tudás, élettanulságok alapján, aztán amikor nem került tiszti pályára, akkor is megállt a helyet, és olyan területeken tevékenykedett, ahol valóban kiemelkedett ő a tudásával. Ami miatt még számunkra talán érdekes lehet, hogy nagyon sokat foglalkozott ő irodalomtörténészként a magyar hadtörténelemmel is, tehát olyan területekre vitte őt el a munkája, mint például a 1848-49-es szabadságharc, annak ott egy ilyen népszerűsítő feldolgozása, olyan kérdéseket vett elő, amelyek nem annyira közismertek. Mondjuk például a hadipari háttér, egyes tisztek hogy álltak a kérdéshez, nyilván ez is a Ludovikás múltjából fakad, vagy a második magyar hadsereg kérdése, ami azért még a 70-es években nem volt olyan nagyon népszerű téma, illetve népszerű lett volna, hogyha lehetett volna róla írni. És Nemeskürti István ezeket a kérdéseket elővette, a történészek sokat vitatkoznak, hogy amiket ő írt, az mennyire alapos, mennyire megalapozott. Ugyanakkor az, hogy egyáltalán ezekhez a kérdésekhez hozzá mert nyúlni, és nagy közönség számára olvasható módon, élvezhető, átélhető módon le tudta írni, ez úgy gondolom egy borzasztó nagy értéke volt. Úgyhogy egy ilyen, úgyis felfoghatjuk, hogy a nép tudatát, az emberek tudatát befolyásoló, irányító, jó irányba vivő tevékenységet folytatott egész életében, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy méltó arra, hogy így módon is emléket állítsunk neki. A műsor korábbi részében már megvizsgáltuk, hogy a tanárképzőkar miért is tartozik ugyanabba a közszolgálatiság kategóriájába, mint az NK-n oktatott többi hivatásrend. Egészen pontosan régen hogyan jelent meg ez a közszolgálatiság a Ludovikán? A ludovikai képzés törvénybe foglalásakor úgy gondolkoztak a törvényalkotók, hogy itt elsősorban tiszteket kell képezni, de akik aztán az iskola elvégzése után mégsem lépnek tiszti pályára, azok olyan hasznos munkát végezzenek, amelyet a nemzet érdekében tudnak majd folytatni. Tehát a nemzet számára jól képzett, etikus, vallásos, hazaszerető embereket, akik majd a hivatali pályákon különböző területeken fognak dolgozni a haza üdvéért. Tehát ez egy kimondott cél volt. Persze ezek háttérbe tolódtak aztán a következő évtizedekben, egyrészt azért, mert a Ludovika Akadémia nem indult be egészen 1872-ig, majd utána pedig, amikor a közös hadsereg mellett megalakult a Magyar Királyi Honvédség, akkor a honvédségnek kellett tiszteket képezni, tehát elsősorban tisztképzés folyt, sőt, kizárólag az folyt. Viszont itt is valahol tetten lehet érni azt, hogy a tisztek képzésénél olyan célokat fogalmaznak meg, amelyek azért összevágnak ezzel. Tehát a tiszt az legyen egy sokoldalú, jól képzett, nyitott gondolkodású ember, aki nem egyszerűen csak egy parancsnok, ezt az egyszerűt talán nem biztos, hogy helyesen használtam, hanem olyan ember, aki nevel, aki képzi, aki alakítja az embereit. Hiszen az
katonák nagyon jól tudják, hogy háborúba csak olyan emberek kellett menni, akik erkölcsileg, morálisan is ott vannak, akarják a győzelmet, szeretik azt az ügyet, elfogadják azt az ügyet, tudják képviselni, akár meg is tudnak halni azért az ügyért. Tehát a Ludovikán a tisztképzésnek alapvető célja volt, hogy egy nyitott, széles műveltséggel rendelkező, kultúrált embereket bocsássanak ki, akik nem oly módon parancsnokok csupán, hogy a szolgálati szabályzatot betartva az embereket mindenáron arra kényszerítsék, hogy az alapvető kötelességüket teljesítsék, hanem akik morálisan, lelkileg egyetértve a haza azokért a célokért, amiért a hadsereg harcol, érzelmileg is ott legyenek. Ehhez pedig nevelők kellenek, és ilyen nevelőket próbáltak a Ludovikán képezni. Persze, hol sikerült, hol nem. Nyilván voltak ordítozó tisztek, de általában sok visszaemlékező arról beszélt, hogy ezek a tisztek igenis ott voltak az emberekkel, és alapcéljuknak tekintették azt, hogy akiket kivisznek a háborúba, azokat is vissza is hozzák. És ez a fajta nevelés, ez abban is látszott, mint például Nemeskürti életpályáján, hogy amikor a háború elsodorta őket, más irányba sodorta őket, és szinte újra kellett kezdeni az életüket, pontosan ennek a felkészültségnek, ennek a polgári felkészültségnek köszönhetően voltak képesek megállni őket az új társadalomba, abba a társadalomba, amely majdnem hogy kivetette őket. Esetleg több hasonló személyiséget ismerünk, mint például Nemeskürti István? Igen. Perjes Géza jut most hirtelen eszembe, neves hadtörténész, akiről egy termet is elneveztek. Aztán Nagy Baconi Nagy Vilmos, aki háború, ugye honvédelmi miniszter volt a háborúban, majd a háború után bányász és minden, de újra tudta kezdeni az életét. Vagy ilyen hasonló életpályákat foglalnak össze a Ludovikás életutak című könyvek. Most már azt mondom, hogy könyvek, mert már készül a következő is. Tehát pontosan azokat szeretném bemutatni, hogy akik nem lettek katonatisztek, illetve nem csak azokat, akik katonatisztek lettek, hanem akik más életpálya felé fordultak, ott hogyan tudtak helyt állni. És a Ludovik Akadémia ilyenfajta képzésének, tehát amikor is nem csupán katonatiszteket képeznek, hanem polgárokat képeznek, olyanok, akik befolyásolni tudják a társadalmi hangulatot, a kulturáltságot, ennek köszönhetik, hogy meg tudták állni a helyüket a világban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további információkért, akár a tanárképzéssel kapcsolatban kövessék a Ludovika TV-t és az egyetem egyéb felületeit. Köszönjük még egyszer figyelmüket, viszontlátásra!